Két napon át tartott szemináriumot Nyíregyházán Szifu Mádai Norbert, a Wing Chun Kung Fu kelet-európai főinstruktora évente két alkalommal látogat a szabolcsi megyeszékhelyre, ezúttal is sokan tanultak a mestertől. Mindig nagyszerű érzés, amikor ezt a sok fiatalt látom, akik szeretettel, lelkesen, örömmel jönnek és tanulják a harcművészeteket, mert a harcművészet az érték az egyetemes emberi kultúrának is egy nagyon kiemelkedő értéke, a kínai kultúrának is egy kiemelkedő értéke. Rendre, fegyelemre, összpontosításra, kitartásra, fájdalomtűlésre, a problémák megoldására tanít minden helyzetben, és azt gondolom, hogy ez ránk fér. Nyíregyházán is évtizedek óta működik Wing Chun iskola. Fekete László 26 éve ismerkedett meg a harcművészettel. Jelenleg is sok gyerek jár hozzá tréningekre, akiket nem csak a mozdulatokra tanítanak, hanem nevelnek is. Én is apa vagyok, és tudom, milyen az, amikor egy gyereket nevelni kell. Tehát nem megszánni, hanem nevelni, és ugye a gyerekek területén nagyon fontos az, hogy egy edzés nem úgy zajlik, mint egy felnőtt csokorba. Tehát nagyon játékos, nagyon szórakoztató, de viszont megvan a tartalma. Tehát tanulnak formagyakorlatot, megtanulják az önvédelmi részét, és azáltal ugye szemináriumon tudnak vizsgázni. A Wing Chun-t egy apácanő fejlesztette ki Kínában, és mozdulatai gyorsan elsajátíthatók nők számára is, de a rendvédelmi szervek tagjait is Wing Chun mesterek képzik Magyarországon.